Berekszázban én a húst mindig a hentesnél veszem, úgyhogy ez a kedvenc hentesboltom. Ide be is megyek, megveszem a bolognai spagettinek az alapanyagát, a húst, amit szépen kiválasztok egy darabba, és ledaráltatom, hogy otthon ne kelljen vele foglalkozni. Na, menjünk! Itt van a marhahús, ami a bolognai spagettihez lesz, a bolognai szószhoz. Azt a szép darabot közepéről, igen. Pont annyi, vigyed, pont annyi van. Van. Egy. Na, viszlát. Ó, de megvan a bazsalikom, megtaláltuk. Zöld bazsalikom, paznakom, tisz. A bolognaihoz nekünk még persze kell sárgarépa. Ahogy nálunk mondják, murkó. Ilyen szép nagyokat veszünk. Lennecske mögvámsz nova. Saját maguk keverik a fűszerkeverékeket. Behozzák, és akkor ők keverik össze itt Berekszázban. Itt vásárolnak az éttermesek. De bomba, dörom. Van itt minden, gyerekek, csak meg kell találni. Mennyi lesz, Lenocska? Tessék. Szóval, jöjjj, cilu, spasíbe te baše. Paká, viszlát. Lasciatemi cantare! Bolognai spagetti. A bolognai spagetti az egy szósz. Olaszországban nem spagettivel eszik, hanem krumplival. De azt elkészítjük mi, hogy ne térjünk el a receptől, a spagetti lesz benne. Oké, kezdjük el. Fölvágjuk a hagymát. Igen. Kis apróra. Bekockázzuk. Nagyon szeretem az olasz kajákat. Azért, mert olyan, hát, hogy mondjam, ilyen magyarosan, olyan cigányos egy kicsit. Lehet, hogy bennünk van ez a vér. Hagyma az nagyon fontos része a bolognainak. Serpenyő, olívaolaj, olasz. De szerintem, hogyha étolajon akarja megcsinálni, akkor meg tudja. Már az olívaolaj az kapható nálunk. Itt vettük Berekszázba, úgyhogy ezt bekapcsoljuk. Zsárka, párka, parabarka, zsárka. Na, jó, menjünk tovább. Az a lényeg, ahogy mondtam a lecsónál is, hogy a hagymát azt tudni kell sütni. Nagyon sok ember azért nem fordít annyi figyelmet rá, de a hagymát 30 perc alatt kell sütni. És aki nem így csinálja, извините, пожалуйста, tanuljatok. Mert akkor lesz jó a hagyma, hogyha először nagy tűzön sütöd, és utána még lassú tűzön, szerintem egy olyan 15 percet, hogy kijöjjön belőle a cukor, a karamell, és akkor finom. Itt vagyunk, a hagymánk majdnem készen van, egy pici sót kell rá tenni, mert az kihozza belőle az ízeket és a karamellt, és ebbe, mikor már ilyen félig meg van sülve a hagymánk, a lecsóhoz sütni kéne tovább, de viszont a bolognaihoz nem. Beletesszük a marhahúst, amit frissen daráltattunk Berekszázba, barátainknál, ismerőseinknél, már úgy tudjuk nevezni őket. Rögtön, míg fel nem melegszik a hús, addig kell őtet
széjjel nyomogni, mert utána darabos lesz. Igen. Na, ez hadd süljön, addig meg fölvágjuk a sárgarépát. Nálunk ezt murkónak nevezik, hát világ életében ez murkó volt, hát az is lesz, az is marad. Ezt kockára kell vágni. Így hosszába végig. És... megkavargatjuk közben. Oda ne égjen. Mert engedi azért a vizet. Rögtön teszünk rá egy kis olasz fűszerkeveréket, ez bazsalikom, oregano és ilyesmi. Tegyük rá a száraz fűszert, mindig hamarabb rá kell tenni az ételre, mert akkor jön ki az íze, annak egy kicsit főni kell, sülni kell, párolodni kell. Igen. Hát ez igen, ez már teljesen, még nem csináltunk semmit, de már majdnem Olaszországban vagyunk. Igen, hadd süljön. Ezt így mindig a faláról, ha sütöd, akármit süt, a faláról mindig le kell kaparni, mert odaég, és az nem jó dolog. Így. Figyeld, gyere ide, egy kicsit közelebb nézd meg, figyeld, hogy for. Levetengedett a hús, és az pont jó, mert párolódik. Igen, meg vagyunk. Kaptunk ma a beregszászi piacon ajándékba, a fűszeres nőtől, akit Lenának hívnak, és Lenával 10 éve együtt dolgoztunk Kijevbe, a Budapest étterembe. Nem hiszitek el, de hát ez így volt. És Lenánál mindent meg lehet venni, csinál nekünk fűszerkeveréket, amilyet akarunk, meg úgyis oda tudja adni, hogyha kérünk oregánót, bazsalikumot, és utána majd te azt összekevered magadnak. Teljesen meg voltam lepődve, hogy ilyen van Beregszászban, mert ilyek csak a nagyvárosokban szoktak lenni. De látod, hogy igyekszik a helyi ember, és nézi, hogy hogy tudja magát aktiválni. Ezt azért rendben van. Azt mondják, csinálunk egy olasz szószt, magyar ember csinálja, és kínai palacsintavasban. Hát, szerintem sikerülni fog. Nagyon finom, már jó az illata. És figyelj, kaptunk a Lenától máma szárított paprikát. Ez valami eszméletlen finom, ez teljesen magyar termék. Így beletesszük, ez édes. A száraz fűszereket mindig egy picit hamarabb kellene beletenni, akkor tud feléledni. Igen. Ezt egy kicsit jól összekavarjuk. Teszünk bele egy kis fokhagymaport, ahogy szoktunk. Egy kis sót. És még teszünk bele egy pici koriander. Hadd legyen az íznek. Sokat ne tegyen bele, mert az elrontja. Én nem szeretem, mikor az ételbe a fűszereket érzem. Akkor szeretem, mikor pont olyan, hogy még tennék bele valamit. Hát szerintem az olasz spagettit, meg ezt a szószt, amit készítünk, mert a bolognai ez egy szósz, ezt meg kéne bolondítani egy kis magyar paprikával. Dobronyival. Úgy is teszünk. Így. Ahogy mondtam, szépen elkavarjuk, mert a paprika akkor nyílik ki, mikor egy picit olajba felsütöd. És akkor egy kicsit így. Ez eszméletlen. Gyere ide. Így elkavarjuk a paprikát, és most jön rá, amitől olasz lesz, de lehet attól magyar is, mert nekünk is van paradicsomnénk, csak ez egy jó minőségű, sűrített olasz paradicsom. De mondjuk, ha nincs, akkor le lehet menni a pincébe, vagy a spájzba, föl lehet hozni azt a paradicsomot, amit megfőzött a nagymama, és akkor azzal lehet
ezt az olasz valamiféleséges szószt megcsinálni. Erre kell egy pici víz. Nem megyünk tovább, itt ezt a spagettinak tettem föl, de ebből elvehetünk egy picit. Öntünk rá, így, hogy egy picit ellepje. Ennek a szósznak körülbelül ilyen kell, hogy legyen a konszisztenciája, de szerintem még egy pici vizet öntök rá. Így, mert úgyis elfő, mindjárt kipárolog. A spagettinek meg úgyis elég lesz. Hát, ez most már nagyon izgi, ez jól is néz ki. Ilyenkor érdemes megkóstolni. Úgy is teszünk. Mi kell még ehhez? Ez nagyon finom, de szerintem teszünk bele még egy kis bazsalikomot, szárított, fekete borsot, teszünk bele egy pici fokhagymaport, vagy szárított fokhagymát, hívják, ahogy gondolják, és egy pici rózsaszín himalái só, amit beregszázba vettünk ma a piacon. 15 grivenyér kaptunk 10 deka sót, úgyhogy ha véletlenül is rózsaszín sót akarsz enni, akkor bemehet beregszázba a piacra, azt meg is veszed. Na, ez rotyogjon. Ennek már nincsen semmi dolga, csak lassan rotyogni kell. Addig várjuk, míg felfő a víz. Spagetti. Az olaszok nem azzal leszik a szószt. És azt mondják Olaszországban, hogy egy ember részére annyi spagettit kell főzni, mint amennyi így beleesik a kezedbe. Hányan vagyunk? 1, 2, 3, 4. Oké, 1, 2, kicsit több kell, 3 és 4. 4 személyre főzzük. De ez szerintem sokkal többre lesz. Igen. Egy pici sót teszünk bele, és most egy mifet, azt mondják, most széjjel zúzunk, mert azt mondják, hogy az olajat beleönteni, az nagy hülyeség. Semmi értelme. Hát a bolognai szószunk az már közeleg spagetti, azt mindjárt megnézzük. Hát elmondanák egy történetet persze, de lehet, hogy az olaszoknak az egy kicsit fájó lesz. Voltam én Olaszországban, nem is egy helyen, de viszont ettem pizzát, ettem ilyet. Hát nem tudom. Egyelőre csak részvételt tudok nyilvánítani, de a spagettin kész, azt megfőtt. A miénk jobb lesz. Nem is spagetti, hanem spagettini. Ez olyan véknyabb. Ezt le is öntjük. Opa. Megvagyunk. Sipola. Valami, mert ilyen okos tűzhelyünk van, gyerekek, ezt nem akárki vette. Itt viszont itt a spagettink, látjátok? Si bellissimo! Ki kéne rakni a spagettinket. És erre rámerjük a, azt mondják, a bolognai szószt, ami viszont nem piti.
szerintem valaki vacsorázni fog. Szépen. Mi kell erre? Hát persze, hogy parmezán. Annélkül nem szí a szí. Ez a legkeményebb sajt. Így én úgy szeretem, hogyha sok van rajta, és a tányér szélén is van. Az olasz, az a bazsalikomot, azt nem hagyja el. Tehetünk rá még itt a... Kiveszem a kis, pont a legszebb részét, és így. De még erre egy pici oliva, és egy nagyon pici fekete gors. Így. Voilà! Jó étvágyat!